Többször beszámoltunk arról, milyen rendezvényekkel várták a szervezők a vendégeket a nyári hónapokban. Ez volt a Szobosztói Nyár 2020 programsorozat, amelyben helyet kapott a könnyű zene is. Következzen egy összeállítás a fellépő zenekarokról. A Szobosztói Nyár 2020 programsorozat részeként több zenekar pesdítette a hangulatot. Állandó felépői vagytok a Szobosztói Nyár 2020 programsorozatnak. Nem a mai az első, úgyhogy már van egy kis tapasztalatotok is. Milyen itt fellépni ezen a programsorozat részeként? Minden estét nagyon élvezünk. Hál' Istennek egyre többen vannak, beindult újra a turizmus Hajdúszoboszlón. Remek közönség van. Tegnap is nagyon nagy koncertet adtunk, visszatapsoltak bennünket, szóval remek, minden nagyon remek. Többféle műsorral készültök, hogy ne legyen minden nap ugyanaz? Igen, változatos műsorral készülünk. Nyilván van egy alapkeret a repertoárban, ami azért, vagy vannak alapdalok, amik a keretét adják, de mindig azért próbálunk alkalmazkodni az adott közönséghez, illetve ilyen jellegű igényekhez, de egyenlően jók a visszajelzések, nagyon jó. Mi újság most veletek, ha lehet ilyen könnyedén kérdezni? Új klip, új szám, bármi, ami most aktuális, mi a helyzet veletek? Nagyon jó a kérdés, pont a napokban jelent meg a Kovács Tamás Bender a legújabb klipünk. Körülbelül két napja, eddig nagyon jók a visszajelzések, már 4000-es megtekintésre jár körülbelül, szóval ennek most nagyon örülünk, illetve van még egy dalunk, amit stúdióban rögzítettünk, azt ősszel szeretném megjelentetni. Mellette most augusztus 1-én majd a Roncs Bárban lesz egy Kovács Tamás Band koncert, az 5 éves születésnapi bulink, szóval igazából így a bandaháza táján zajlanak az események, édesapámmal pedig minden este itt játszunk a nagy érdeműnek, és illetve, tehát pörög a nyár, de nagyon élvezük. Néhány héttel később a Kastély Bandet hallhatta a közönség. A szólógitárosunk általában a keményebbeket szereti, és most volt benne egy Jimi Hendrix szám is, de most Dynasty-től játszottunk több számot, tehát ez dallamosabb, és azon kívül ilyen csevegő szakszafon, meg ilyen sok amapóla, vagy tehát ilyen shadow számokat, nem tudom, hogy a mai fiataloknak ismerős, ezek kb. 50-60 évvel ezelőtt voltak igazi slágerek a Shadows-tól például. Nem végigjátszani mindet. Mit lehet tudni a zenekarról, mikor alakultak? Hát a zenekar az 8 éve alakult, mondom, örömzenére, tehát úgy találtuk meg egymást, a szorogitáros kereste a ritmusgitárt, és tehát hallotta, hogy én is játszottam. Előtte én 30 évek egyébként nem játszottam, tehát a szervezésben nagy részben nekem a részem, ilyen tekintetben, hogy adom a helyszínt, ahol tudunk gyakorolni, évek óta, tehát 8 éve. És hát nagyon sok szép dalt feldolgoztunk, átdolgoztunk már, rengeteg öröm van benne, és ugye szeretnénk időnként ugye a közösségnek is megmutatni belőle, hogy miket tudunk ezeket a régi dalamokat visszahozni. Thank you.
No Mute Brass Bandnek, akik egyaránt játszanak modern és klasszikus zenét, szintén nagy sikerük volt. Az együttes tagjai, mint az Icsi Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvózenekarában zenélnek, ott ismerkedtek meg, és kezdtek el közösen zenélni. A közelmúltban úgy döntöttek, hogy a nagy zenekar mellett saját zenekart is alapítanak. Számukra a zenélés csak hobbi, a zene szeretete köti össze őket. Azonban az elmúlt pár hónap nekik sem úgy alakult a koronavírus miatt, ahogy még januárban eltervezték. Kicsit nehézkes volt, mindenki próbált odafigyelni, próbálni, és mindenki hozni a saját szintjét, de sajnos a vírus minket is megnehezített. Tartottunk 3 vagy 4 Skype próbát és előadást, és az nem sikerült túlságosan jól az internetnek köszönhetően, de amint véget ért a korlátozás, egyből összejöttünk próbálni, egyből gyakoroltunk, jött a megkeresés a szoboszlói nyáresti programokkal kapcsolatban, és jöttünk és gyakoroltuk, csináltuk, összehoztuk. Milyen érzés újra a közönségnek zenélni itt a téren? Hát nagyon jó, ez fenomenális. Az embereknek az arca, amikor tényleg táncolnak, énekelnek, és tetszik nekik a műsor, ez nagyon jó. Mennyivel másabb itt a téren fellépni, amikor állandóan változik a közönség, jönnek, esetleg közelebb kerülnek hozzátok, mint esetleg egy koncert lenne? Hát jó a kérdés, mert mi lassan az előadásokat unjuk. Tehát mindig van egy repertoárunk, és ezeket képesek vagyunk megunni. Folyamatosan új és új számokat hozzuk, de ez csak a törzs az hallja, aki minden fellépésünkre jön és rajongunk. De aki csak itt végig sétál, annak teljesen mindegy, hogy egy hete ugyanezt játszottuk, vagy nem. A zenekar repertoáriában helyet kapnak a klasszikusok, ugyanakkor a modern zenékkel is találkozhatunk klasszikus köntösben. Ez mindig a közönség határozza meg, hogy mit játszunk, ugye? Viszont nem tudunk azzal számolni, hogy kik lesznek az előadáson. Ezért próbáltunk vegyesen beválogatni klasszikusokat is, illetve modern pop slágereket is. De úgy láttuk, hogy az időseket ugyanúgy érdekli a modern pop sláger, mint például a fiatalokat a kicsit klasszikusabb, régebbi zene.